ugye így elkészültünk a dolgozatnak a fejlécével, meg van a cím, meg van az e-mail cím begyűjtése, ezek után ugye fel kell tennünk kérdéseket a gyerekeknek. Itt van ez a kis ikonsor, ennek a segítségével tudunk különböző elemeket beszúrni az űrlapba. Első körben egy cím leírást kell létrehoznunk. Itt fogjuk feltenni a kérdést. Például itt van az egyes pont, ez is egy hasonló modul, hogy gyűjtsd ki a mondatok állítmányát. Itt kell ugye az utasítást megadnunk. Hogyha a kérdésre választ szeretnénk, akkor ide kattintva létrehozunk egy választ. Hogyha egyszerű szöveges választ szeretnénk, akkor rövid választ választunk. Hogyha egy hosszabb terjedelmű szöveget várunk válaszként, akkor a bekezdést. Ezen kívül van még olyan verzió, hogy feleletválasztós kérdéseket tegyünk be. Itt ugye ki tudja választani, hogy A, B vagy C válasz a helyes. Van a jelölő négyzetes. Itt ugye ki tudja választani, hogy A és a B helyes. És van a legördülő lista, ez hasonló, mint a feleletválasztós. Itt is egy legördülő listából egyetlen egyet választhat ki, egyetlen egy helyes választ. Van egy ilyen funkció is, hogy file feltöltése. Itt ugye az űrlap kitöltésénél egy fotót vagy egy dokumentumot tud csatolni a gyerek. A file feltöltésénél ugye arra nagyon oda kell figyelnünk, hogy milyen eszközön dolgozik a gyerek. Hogyha telefonról tölti ki ezeket a kérdéseket, akkor itt lehetőség van arra is, hogy ő kézzel valamit leírjon, lerajzoljon, lefotózza, és itt a file feltöltésével ezt is tudja csatolni a dokumentumhoz. A többi funkció, ez a lineális lista, feleletválasztós, rács és jelöl, négyzetrács, ez nagyon sok lehetőséget nyújt nekünk még. Itt a kreativitásunk szab már csak határt annak, hogy ezeket hogy tudjuk használni az űrlapba. Próbáljátok ki, gyakoroljátok, és szerintem ezzel majdnem minden feladat megoldható. Itt még egy példát bemutatok. Ennél a kérdésnél ugye az volt a feladat, hogy jelöld az alanyt és az állítmányt a következő szólásokban. Ugye ez papír alapon úgy működik, hogy alá kell húzni, felé kell írni. Itt nem tudjuk ezt megvalósítani, viszont az megoldható, hogy felülre írjuk a mondást, és alá pedig ilyen jelölő négyzetekkel be tudjuk írni azt, hogy melyik mondjuk az alany, melyik az állítmány, melyik a tárgy. Ha a gyerek kitöltötte a kérdésekre a választ, akkor az űrlap alján találunk egy küldés gombot, ennek a megnyomásával ő azonnal elküldte a válaszait és beadta a dolgozatot.